Az adatépítés Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is, Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com per adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az adatépítész következő epizódja. A mai adásban négy témát hoztam nektek, ebből három cikk, egy hazai vonatkozású is van, a negyedik pedig nem cikk, hanem igazából egy szerintem szuper jó tanulás és ingyenes tanulási lehetőség. Na, majd mikor odaérek, beszámolok róla. Kezdjük is a cikkel. Hát továbbra sem állt le a, a gigászok versenye, vagyis hát a ki tud még nagyobbat villantani verseny. Ezúttal a Microsoft és az Nvidia összefogásából született, vagy hát bejelentették, hogy meg fog születni, de mivel nincs akadály, azért nyilván meg fog születni egy új, mostre természetes nyelvfeldolgozó algoritmus. Ugye azt biztos tudjátok, mert csak én csak 128-szor mondtam el az adásban, de nyilván máshol is hallhattátok, hogy a GPT-3, az OpenAI GPT-3-a a, a legnagyobb nyelvi ö, AI modell, a maga 175 milliárd paraméterével, ö, ami egyébként szintén részben Microsoft, mert ugye az OpenAI Hát tulajdonképpen most így csúnyán mondom, meg jogilag ez nem igaz, de tulajdonulja a Microsoft, szóval az egy alapítvány, aminek a legnagyobb adományozója a Microsoft, na értitek. Na no, és most egy Nvidia-Microsoft együttműködés van, viszont ami nem az OpenAI kereteiben ö, történik. Ha felmerül bennetek a kérdés, hogy a Microsoft minek veszi meg, szekről végről mondva végül is, hát azért egy milliárd dollárt belinvestált, szóval azért igen, az nem fagyi pénz, még nekik se. Az OpenAI-t készítette el vele a GPT-3-at, majd utána a GPT-3 konkurensét az Nvidia-val karöltve, foggalmam sincs. Nem, nem, tudom, biztos van ennek mögött valami ilyen business logic, csak én, én nem tudom, hogy mi az. De végül is nekünk mindegy. A hát sajátos fantázia nevű Megatron Turing Natural Language Generation Model, igen, a Turing az Turing, a Megatron meg Megatron, hogy hogy ezek ketten együtt hogy kerültek egy névbe, azt mondjuk nem tudom, de szerintem így volt a csapatnak egy ilyen olyan fele, mint én, akik mondjuk így nagyra értékelik a, a, a múltnak a, a, a tudósait, akik sokat tettek hozzá a dolgokhoz, és akkor gondolom minél lett a Turing, vagy Turing, a, és volt a csapatnak egy másik fele, az meg, azt meg a megatron rakta hozzá. Vagy nem tudom. Na mindegy, szóval itt van a Megatron Turing, Turing Natural Language Generation modell, ami igazából attól jobb, hogy nagyobb. Tehát még a GPT-3 as 175 milliárd paraméterből állt, addig azt ígérik, vagy állítják, hogy ez 530 milliárd paraméterből fog állni, és hát természetesen, ez nyilván az Nvidia ezért van a projektben, ez egy ilyen brutál, GPU alapú, masszívan párhuzamosított szuperszámítógépen fog futkorászni. Minden modell 280 darab A100-as GPU-n fog csücsülni, és hát így fog ez, ez megtörténni. 15 adathalmazzal fogják trénelni, összesen 339 milliárd token, tehát szó, szóval nem van benne, mondjuk így, hogy szóra, token, magyarul, ugye. Ö, szóval, hogy ez lesz most a világon a legnagyobb modell. Ezt már előre elmondták, hogy természetesen szenvedni fog attól, hogy ilyen hatalmas mennyiségű, jó minőségű adathalmaz nincs, nem létezik, tehát némi a jó minőségűek mellett némi ilyen koszos szemeteset is bele kell tölteni valamint természetesen ez emberek által generált adathalmaz, tehát benne van a bias, vagyis a részlehajlás, tehát mindaz a gondolkodásbeli szemét, amit az emberek össze tudnak hordani, az ugyanúgy benne van. Magyarul igazából ez a modell azzal hoz újat, hogy ilyen, ilyen izomból, tehát ez a, ez a akkor rakjunk rá még egy V8-as motor típusú megközelítés. Nem tudom, én nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez az irány jó, mármint az az irány, hogy csinálják ugyanazt, csak még sokkal több pénzből, még sokkal több videókártyát tegyünk alá. Nyilván ennek is van természetesen hozzáadott értéke, nyilván jobb lesz egy ilyen őrületes méretű modell, mint a egyel kevésbé őrületes méretű, de az is őrületes méretű volt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a hozzáadott érték az tehát ilyen marginál, tehát mindig egyre kisebb, és mindig ez a határhaszon görbe van itt és előttem, már mint a lelki szemeim előtt, és, és hát ugye ezt, ezt megtanuljuk közgázból az első évem, aki oda járt, mint például én eredetileg, hogy hát lehet még tízszer annyit költeni, aztán még tízszer, aztán még tízszer, de a haszon az nem még tízszer, és még tízszer, és még tízszer annyi lesz, hanem még tízszer annyi lesz, aztán már csak nyolcszor annyi lesz, aztán már csak hétszer, és a végén az van, hogy a aranyból kijöntött csoda luxus cucc, az valóban egy kicsit jobb, mint a baromi jó minőségű, de nem aranyból készült cucc, de nagyon kicsit jobb, viszont nagyon sokkal többbe kerül. Na én ugyanezt az elvet látom itt, hogy a 175 milliárd paraméteres modellnél az 530 milliárd paraméteres modell az nyilván sokkal nagyobb, Nyilván sokkal brutálabb hardware kell majd alá, meg meg azt fogja hajtani, és szerintem egy kicsit lesz jobb. De hát majd kiderül, ha elkészül, hogy hogy mennyivel lesz jobb. És persze adós vagyok a címmel és a szerzővel, a cikk, amit olvastam, szokás -e szerint persze a linkek a notes-ba. Microsoft and NVIDIA creates a 105-layer 530 billion parameter language model that needs 280 A100 GPUs, but it's still biased mert mint nyilván, mindegy, már a cím is, tehát persze, hogy bias, miközben a gpu mennyiségének a BIOS-hoz semmi. És Chris Deckett adta ezt a rettentő címet, de ettől felelően a hír az önmagában azt gondolom, hogy érdekes. Szóval, öm, ja, hát összesen 280 a százason fog futni, ha valakinek van egy alszázasa, és szeretné odaadni, és megnézem, hogy az egy darabon mit tudok futatni, hát nyugodtan adja oda. Nyilván ezek nekem beláthatatlan mennyiségű hardware, ugyanakkor, hát. És akkor mi van? Tehát így. Kicsi lesz szerintem a, a plusz, amit a GPT-3-hoz képest el tudnak érni. És szerintem ők is így gondolják, hiszen, hiszen le van írva a cikkbe, hogy na jó, de ott a BIOS nem lesz ehhez elég adat, stb. 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 Tehát hogy így igen. Tehát egy kicsit ebben van egy olyan érzésem nekem, hogy mindamikor a toronyházakat építették a nagy amerikai autóvállalatok, és akkor, hogy kinek a, mit tudom, a Chrysler székháza magasabb, vagy a General Motors székháza magasabb, és hogy így ebbe ment a verseny, de mondjuk, ha abba ment volna a verseny, hogy jobb autót gyártsanak, akkor lehet, hogy a japánok nem verik őket halomra, ugye a, az olajválság után. Na jó, most lehet, ez nem jó az a hasonlat, nem vagyok autóipari szakértő, de értitek, hogy mire célzok. És bár véletlenszerűen, vagy hát kvázi véletlenszerűen nem, nem tudatosan szerkesztettem a, így a cikkeket, de mert ugye a, nyilván a hírek megjelenéséről nem én tehetek, de egy picit talán kapcsolódik a következő cikkenk, ami a Telexel jelent meg, Pál Tamás torlából, bár ez is inkább egy sajtó nyilatkozat, szóval önmagában mindegy, hogy kiírta a cikket ilyen szempontból a világ egyik legerősebb szuperszámítógépét építené meg az OTP Bank és az ITM. Az ITM az az Innovációs Technológiai Minisztérium, tehát, tehát, a magyar kormány kvázi. És ezt jelentette be Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Miniszter. Ez október 19-én jelent meg a cikk, akkoriban a Balatonfüreden volt ez az Infotér konferencia, és akkor ott tették ezt a bejelentést. Uh, illetve hát egy szándéknyilatkozat is ugye a leírásra került, OTP részéről Csányi Péter, vezérigazgató helyettes, illetve Palkovics László részéről. Annyit lehet tudni a szuperszámítógépről, hogy a tervek szerint 37,5 petaflops lesz a számítási teljesítménye, 40 terabájt memóriával, amit később a többszörösére is lehet bővíteni. Na most, ha ez igaz, akkor, akkor a, a, világ 9. és Európa második legerősebb szuperszámítógépét építené fel itt Magyarországon a, a, az OTP. Persze az nem, a cikkből nem derül ki, én meg nem jártam utána, igazából így becsületes mondani, hogy a szándéknyilatkozat az nyilatkozik -e egyébként arról, hogy mikorra építik meg, mert ugye mondjuk ha ha megnézzük, hogy milyen számítási teljesítmények képes a számítógépen lévő 1080 Ti, ami ma már nem tekinthető egy korszerű videókártyának, akkor azzal a megjelenése előtt 10 évvel még én is bejutottam volna, vagy bárki nyilván, akinek ilyen van, a, a top 500 szuper számítógép közé, nyilván ez már mint hogy igaz vicc, de hogy mert hogy viccnek szánom, de egyébként önmagában igaz, per számítási teljesítmény. Szóval értitek, mire célzok, hogyha ez a számítógép tíz év múlva épül fel, akkor ez korán sem lesz feltehetőleg akkora mondás, mint most. De feltehetőleg nem erről van szó, hanem arról, hogy valóban egy, egy szuperszámítógépet akarnak építeni. Első körben természetesen ennek lehet örülni, hogy Magyarországon épül egy szuperszámítógép, mert hát miért ne örülnénk bárminek, ami Magyarországon épül bár nyilván ennek a finanszírozása az nem világos számomra. Lehet, hogy, lehet, hogy leírták, csak én nem jártam eléggé utána, hogy ez kifizeti. Ugye mivel itt a kormány is szerepet vállal, így aztán nem tudom, tehát hogy nem vagyok olyan biztos, hogy ez egy, ez egy piaci finanszírozású projekt. Persze ez nem jelenti azt, hogy baj, tehát hogy nyilván önmagában még nem baj, ha a kormány is finanszíroz dolgokat, nem úgy értem, csak nem tudom, hogy ez miből van fizetve. Szóval első körben ennek lehet örülni, persze örülök is, mert miért örülnék, hogy egy magyar, lesz egy szuper számítógép Magyarországon, de nekem nem teljes az örömöm. Elmondom, miért nem teljes az örömöm, és persze most lehet mondani, hogy jaj, mert én semmi, örülök semminek, de ugye ezt tudjuk, hogy nem igaz. Azért nem teljes az örömöm, mert én úgy érzem, és persze ez innétől abszolút vélemény, és lehet bántani érte, mondjuk nem lehet bántani, mert nem vagyok az a megbántódós típus, de értitek, mire célzok, szóval lehet ellenvélemény, meg lehet mondani, hogy tévedek, meg lehet, hogy tévedek, ez, ez is fontos, de hogy én úgy érzem, hogy, hogy nagyon megint rossz és majd mondom, hogy miért megint, megint, megint rossz oldaláról fogjuk meg a dolgokat. Van egy ilyen érzésem. Szóval, hogy én ezt már egyszer láttam, tehát amikor a Business Intelligence BI forradalom volt a, a világban, vagy hát így forradalom, és ezek ilyen hülye nagy szavak, de hogy így elterjedt. Akkor is láttam nagyon sok olyan beruházást itthon, hogy nem volt teljesen világos az üzleti megrendelők számára, hogy mi az a Business Intelligence. Jó, akkor még, tehát nem azért, mert hülyék, félretes lenne, akkor még nagyon kevesen tudták, hogy mi az, de hallották, látták a konferenciákon, hogy ez fontos, meg ez, ez a jövő. És akkor így... Hát elég sokat kellett még gondolkodni akkoriban, ma se kis munka a BI, de akkor meg még több volt, hiszen nem voltak ennyire finom eszközök, mint ma. Mondom, ez az egész korszak elején volt, hogy hogy és miként lenne jó, és ezt a, ezt, a, munkát, meg hogy ezt hogy fogják felhasználni, hogy alakul át a vállalat tényleges működése attól, hogy, hogy, hogy van business intelligence, és mi lesz hétfő reggel nyolctól más, azt úgy nem annyira találták ki, hanem ezt úgy oldották meg, hogy vegyünk jó erős nagy számítógépeket, és az majd biztos jó lesz valamire. És akkor így történt meg az, hogy vásároltak sok-sok pénzért hatalmas gépeket, néha mainframe-eket, tényleg ilyen szekrényeket, meg mindenféle csodákat, tényleg nehezek voltak, nagyok voltak, be lehetett menni a szerverterembe, rámutatni, hogy hoppá, ott, ott van a Business Intelligence abban a nagy dobozban, az baromi drága volt, és nem tudom, mit tud de úgy, úgy egyébként nem történt semmi. Tehát ugye persze születtek riportok, korábban is születtek riportok, más eszközzel meg olyan riportok is születtek, amik, amik ö, technikailag régebben nem tudtak volna születni, de úgy egyébként a cégnek a tényleges működése az nem, vagy csak nagyon-nagyon kicsit változott meg, de így szignifikánsan semmiképp. Mert egyszerűen ezt tudták ebből akkor földolgozni, hogy kell, kell a, kellnek, számítógépek kellnek. És akkor ugye tudjátok, a Bluffben is van ez a vicc, amikor elmegy fegyvert venni a, a naív a balfék srác, és akkor ott az orosz fegyvernepper nyilván full illegálisba meg próbálja meg eladni neki egy ilyen 30 kilós pisztolyt, és azzal érve, el, hogy az azért jó, mert ha elromlik, akkor még mindig agyon üthet vele valakit, és ez még akkor is fegyver, ha nem lő. És ugye nagyjából így ez az érve, hogy a nehéz, az megbízható, abban van anyag. És egy kicsit ezt a fajta gondolkodást láttam. És, és, és bennem ilyen, ilyen PTSD, ilyen, ilyen posztraumás izé, harctéri szindrómaként ez jött fel, amikor megláttam ezt, hogy, hogy így az AI, meg a gépi tanulás, meg a data science terén is, akkor így, így megint ezt fogtuk meg, hogy kell egy jó nagy számítógép, egy nagy, nagy erős számító, legyen Magyarországnak is nagy erős számítógépe. És közben, és persze ez tök jó, nyilván jó, hogyha van egy nagy erős számítógépünk, imádom a számítógépeket, ez világos, csak, csak egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ebbe okos versenyeztünk. Ugye hát mi, mi az országunknak a stratégiai alapjai? Kicsi ország vagyunk, nyilván arányaiba kevés beruházással, hát nyilván meg kevesen vagyunk, tehát hogy most ezek nem, nem mondok semmi olyat, ami nagy meglepetés, tehát mi nem nagyon van olyan nyersanyagunk, hogy tehát ami olaj vagy ilyesmi, ami így rakétaként kilőne minket a környezetünkből, nem is vagyunk a környezetünkből rakétaként kiugrók, semmilyen szempontból most itt a környező országokra gondolok. Tehát, hogy mi mibe tudunk versenyezni? Hát biztos nem abba, hogy mi építjük a legnagyobb, nem tudom mit. Nyilvánvalóan ez a számítógép ez nem magyar CPU-ból, meg GPU-ból épül fel, hanem összek koreaiból feltehetőleg mint mindenkié, nyilván, és a chip tervezés sem itt, meg hanem az USA-ba történt. Szóval, hogy ez, ez full import, tehát gyakorlatilag arról nyilván, mert hogy nincs magyar ez félvezetőgyártás, az oké. Okay. Mindenki számítógépe, amerikai, meg dél-koreai, nyilván, most durván mondva, tehát egy kb. Szóval, hogy, hogy ez full import lesz az egész, értelemszerűen, tehát a hozzáadott értéke az országhoz ilyen szempontból kicsi. Akkor minek lehet még hozzáadott értéke? Hát nyilván, ha használjuk. De akkor meg nem inkább a szürke állományba kéne ezt, a, mert nyilván nem 10 forint egy ilyen gépén, nem tudom mennyibe kerül. Üh, igazából ez így, tehát a szendéknyilatkozatból ez nem, számomra nem is derült ki, hogy erre mennyit szánnak de végülis mindegy is, hát egy ilyen gép az, 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 nem 10 forint, meg nem is 1 millió forint, tehát ez, ez nyilván végtelen drága lesz. De hogy ami, ami, nem baj, mert minden szuper szemítógép drága, de hogy ezt a pénzt valószínűleg nem, én szerintem valószínűleg nem a vasba kellene belerakni, mert hogy így azt a versenyt, hogy kinek van nagyobb vasa, és így nyugodtan visszagondolhatunk a Microsoft, tehát ahol ilyen milliárd dollár, meg ilyen beruházások vannak, meg a Google, meg akár kicsit ide sorolhatjuk az Apple-t is, szóval, hogy ezt a versenyt így, ezt nem fogjuk megnyerni. Tehát a, a az OTP az így úgy viszonyul a, a Google-höz, hogy nem tudom pontosan szem szerint, de értitek. Tehát, hogy ezt a versenyt nem fogjuk megnyerni. Tehát ez olyan, mintha a második világháborúban a, az orosz hadsereget úgy próbáltuk volna megállítani, hogy több tankot gyártunk. Tehát, hogy ez, ez nem fog menni, ez, ez nem, nem jó ötlet. Tehát, hogy így, tök mindegy, hány tankot tudunk meg, meg. ötszörözzük a gyártásunkat, tegyük fel, a, akkor se. Tehát, hogy ezt a versenyt nem fogjuk megnyerni. Tehát ilyen szempontból valóban azt gondolom, hogy kár is beszállni. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen Magyarországon nagy számítási kapacitás, mert miért ne legyen, nincs ezzel bajom nyilván, ezt valószínűleg hatodszor mondom el, de hogy így szerintem, ha ennyi pénzt tudunk beruházni ebbe az AI világba, akkor azt ne vasra, nem vassa kéne, hanem, hanem olyan AI kutatókra, meg, meg akár alkalmazott, most nem feltétlenül egyetemekre gondolok, de arra is, akik esetleg tudnak olyat villantani, amit egy ilyen magyar, vagy, vagy magyarországi um, IP, tehát egy, egy, egy szellemítőke lesz. Tehát magyarul oké, okay, hogy szuper de mi fogja hajtani, ahogy a viccben van. Mert arról nincs szó. Tehát tök jó, hatalmas ez teljesítmény. Jó, de mivel fogjuk megtölteni? Nyilván erre is van valami fajta koncepció, vagy legalábbis nagyon remélem, de, de ugye, ha most kiindulok abból, hogy bárhol máshol mi, a, ahol mondjuk sikeres projektek vannak, akár nyugaton, akár itthon, hogy mi a hardver és a, a, minden másnak az aránya erőforrásban, akkor a minden más az több. Hát ez az egyik oka, amire elterjedtek az AI dolgok manapság, az az, hogy, hogy a hardver az a számítási teljesítmény, ami 20 éve ilyen volt a, nem tudom, a nasa meg a Pentagonnak egy, azt mondom, már bárki megveheti egy kereskedelmi boltba, levesz egy, egy korszerű GPU-t, jó sokba kerül, de, de meg lehet akár még egy lakossági embernek is venni, és van egy olyan teljesítménye. Ugye ez volt az egyik kiváltó oka, hogy így, így, berobbant a gyakorlatban az AI, és nem csak az elméletben, meg a matematikában volt meg, mert hát meg lehet egy csinálni, egész egyszerűen. Szóval, hogy így van egy ilyen érzésem nekem ezzel kapcsolatban, hogy ilyen, én tényleg ez egy a legfontosabb ebbe a témába, vagy ugye erre? Na mindegy, nem tudom. Hát majd kiderül, persze a jövő megválaszolja, hogy mennyire volt ez jó ötlet. Nekem van egy ilyen félelmem, hogy ez lehet, hogy nem a legjobb ötlet volt. A harmadik téma, amit hozok nektek, az egy érdekesség, igazából ö, gyönyörű, szép story. Nem tudom, mennyien ismeritek. Tudom, hogy van olyan hallgató, aki aki tökre van, de talán nem mindenki, és most nyilván. Tök ciki, hogy az ZI egyik nagyjának a nevét fogom mondani, és valójában fogalmam sincs, hogy hogy kell kiejteni, mert mindig csak olvastam a nevét. De Jan Lecsán, vagy Lecsön, vagy lícsön, Lecshun, nem tudom, ról van szó. Ö, aki hát ö, civilben úgymond a New Yorki Egyetem matematikai ö, matematika tudományainak ö, tanszékének alelnöke, illetve professzor és a Facebook vezető, data scientistje, vagy hát AI scientistje, ott úgy hívják. Szóval nem egy kis pályás a fiú, na, tehát hogy ugye egyetemen is így elég magas szinten dolgozik, és hát amellette a Facebook nevű garázs is AI dolgokat csinál, szóval így, ja, értitek, szóval nagy név. És ami nekem fantasztikus, hogy minden évben az egyik legjobb, szerintem legjobb ilyen konferencia az a Neural, tehát Neur el PS, és akkor most ugye 2021-nél tartunk, nyilván jövőre a Neural PS 2022 lesz, és itt, vagy ez a Neural nek is mondják, Szóval, hogy ez az egyik legnagyobb ilyen nemzetközi konferencia, ahol, hát ha, ha valaki neurális állóba így tudományos szinten is szokott így robbantani, akkor itt szokta publikálni. Szóval a Neurips, vagy Neural Ipes, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, de hogy ez egy ilyen nagyon komoly konferencia, és hát természetesen a ajánlásán is ide adta be a paper paperjét, mint minden rendes AI kutató. És ami ez eddig nem egy baromi nagy hír, mert kb. századszor ad be oda cikket, meg nem is egyet szokott beadni, tehát hogy most ezzel még nem mondtam semmit, de hogy így annyira szép a tudomány, amikor rendesen van művelve. Tehát ugye a, a benyújtáskor, bár ugye nyilván mindenki a saját nevén, vagy hát általában ezt ugye több szerző szokott egy ilyen paper írni, ö, többen is nyújtják be, ott van a név, de, de ez a név el van rejtve, és magában, magában, nézik ezeket a beadott anyagokat, a belső tartalmat, minőséget vizsgálják, és hát képzeljétek el, hogy megesett az a, az a csoda, hogy Egészen egyszerűen a lecsún, vagy lecsán vagy jó mindegy, ebből már nem jövök ki. paper azt így így visszadobták, hogy így nem elég jó. És hogy így ez nekem azért nagyon tetszett, mert szóval ez, ez így az igazi tudomány. Egyébként nem az volt a válasz, hogy, hogy bocs, hülye vagy az ai hoz nyilván nem, hanem arról van szó, hogy nem volt még peer reviews va tehát ugye nem nézték még meg más tudósok nem validálták, és itt a konferencián az a szabály, hogy, hogy csak peer review dolgok mehetnek át. De hogy így nem volt az, hogy jó, hát ekkora név, hát ezt, ezt be fogjuk engedni meg izé, ugye nem is tudták a nevet ott. Maga lecsúdni is egyébként kiposztolta a Twitteré, hogy milyen büszke arra, hogy úgymond kirúgták a konferenciáról az egyik paper, több papert is beadott különben, tehát nem arra van szó, hogy ő nem lesz ott a konferencia, az egyik paperé, mert hogy, hogy pontosan így kell működnie a tudománynak. Tehát, hogy több mint hogy kiadja be és úgy megpróbáltam ezt itthon Magyarországon elképzelni, hogy így a, nem tudom, az egyik legnagyobb név elől-hátul professzor a legnagyobb egyetemről, emellett mondjuk egy ilyen piacvezető, globális vállalat vezető embere így, így, bead egy conference papert, és így azt mondják neki, hogy figyelj, bocs, ez, ez, így nem lesz elég. Értjük, hogy te vagy a nem tudom ki, vagy, vagy de hogy így, ez így nem, nem good enough. A cikkben van, hogy egyébként miről szólt, meg mi volt vele a probléma, hogy semmi baj a cikkkel önmagában, amit írt egyébként, csak nem felelt meg minden szempontból az elvárásoknak a konferenciára. A cikk címe Yalnechun Paper Rejected Power of Double Blind Review. A szerző pedig, doktor, hát ez ez talán még rosszabbul fog menni, Nivás Jivelandam, vagy Jevelandam, jó, mindegy esélyem sincs. De értitek, mire célzok. Szóval ezt csak azért akartam elmondani, mert ha jól csinálják a dolgokat, akkor, akkor nagyon szépen működik a tudomány, és ez nekem tetszett, hogy, ez így történt. Na és akkor ígértem a végére, link a show de elég könnyű megjegyezni, menjetek fel a regexlearncom és csináljátok meg az ingyenes kurzust, vagy szedjétek le az egész cuccot, meg még cheat, cheat is van fent, cheat, cheat értitek? van fenn, ami szintén nagyon hasznos. Ez, ez egy regex tanuló kis weboldal, ingyenes, és hogy miért mondom, hogy tanuljatok regexet, mikor, mikor én NLP-zek, meg természetes nyelvfeldolgozó GPU-s beszélek? Azért, mert nagyon-nagyon sok esetben, tehát ugye szerintem az AI-jal kapcsolatban úgy érdemes menni, mint minden komplex és bonyolult eszközzel kapcsolatban, komplex és bonyolult az ugyanaz eszközzel kapcsolatban, hogy először így meg kell próbálni nem használni. <laughs> Tehát, hogyha van egy probléma, és meg tudod oldani egyszerűbb módon, akkor old meg egyszerűbb módon. Nyilvánvalóan. És nagyon sokszor természetes nyelvfeldolgozásos helyzetben meg lehet oldani egyszerű. A jó, régi regex, igen, sírni fogsz, miközben használod, mert így, így széték az agyad tőle, nettó logika, de hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre jó. És ha eljutsz oda, hogy mégsem elég jó, én, én azt mondom, hogy minden data aki NLP-zni komolyan akar, tehát nem csak úgy egyébként olyat is látott már, hanem ezen a területen így komolyan akar menni, annak meg kell tanulnia a legexpelni. Mert sokszor az adatok előkészítésében, vagy a tisztításban, persze nem lesz olyan jó, mint egy AI, nyilván, de, de az adattisztításban tisztításban baromi sok mindent meg tudsz találni ilyen klasszik elírásokat, meg hülyeségeket, meg expel, és ilyen, ilyen fény fényéveket spórolsz, jó, tudom, az távolság, értitek, mire gondolok, éveket spórolsz a munkádban magadnak, szóval én azt gondolom, hogy a, aki teheti, már hogy időben, erőforrásban, mert hogy egyébként ugye ingyen van a cucc, az, az, az menjen és, és tanulja meg a regexpet, mert, mert az barom jó dolog. És ezzel meg nagyon ügyesen meg lehet tanulni, és mondom még egyszer, hogy ingyen van, meg ráadásul egyébként egy open source cucc is, úgyhogy le is tölthetitek magatoknak az egész alkalmazást, ez egy ilyen kis weboldalas web játék, de én nagyon ajánlom, mert mert szerintem baromi hasznos. Tudom, hogy ez egy régi technika, meg nem olyan szexi technika, de cserébe meg nagyon jól működik, nagyon sokszor és támogatja az nlp munkát is, ha valaki ilyen adja a fejét. Remélem tetszett nektek ez az epizód, találkozunk a következőben, sziasztok!